Osváth Kristóf az Arany János program tagja és a Földes Ferenc Gimnázium volt tanulója. Kiemelkedő OKT-s eredményekkel büszkélkedhet. Jelenleg a Miskolci Egyetem műszaki földtudományi karán tanul. Az Arany János tehetséggondozó program végre egy olyan program, ami elérte a célját. Az volt az igazi célja, hogy megtaláljuk azokat a tehetségeket, akikre érdemes energiát és időt fektetnünk, annak érdekében, hogy kibontakoztathassák ezt a bizonyos tehetségüket. Ezt csak azt tudja, ki volt kollégis, tehát ott mindenki, tehát össze vannak zárva az emberek. Nyilván kapcsolatokat kell kialakítani, nekem ez nehezebben ment, főleg az elején, mert tényleg nagyon egy 100 fős kis faluból származom. Körülbelül, ahonnan mondjuk a lakosság 70%-a 60 év feletti. Tehát nagyon kevés volt a gyerek. Nekem az elején ezek a kapcsolatteremtés, ilyen szociális dolgok, ilyesmi nehezebben ment. Viszont ilyen szempontból nagyon, nagyon jó volt a kollégium, sokat tanultam, kapcsolatteremtés téren is, saját magamat kifejezni, ilyesmi. És tehát nagyon erős kapcsolatok születtek ott a kollégiumban, amik azóta is tartanak. A közös pályánk kezdetén még történelemmel foglalkoztunk, aztán váltottunk, és a földrajz lett a közös szerelmünk, bár Kristófot a térképészet vonzotta igazán mikor, és így is tűnt fel az ő nagy tudása. Amikor a gyerekektől annyit kértem, hogy rajzoljanak fel egy Magyarország baktérképet, ő nagyon lassan készül. Ennek pedig egyetlen oka az volt, hogy Kristóf megpróbálta az összes határvonalnak minden pici kis cirkalmányát lerajzolni. Nagyon hasonlított az igazihoz, ezt hozzá kell tenni. Későbbiekben próbálkoztunk nagy jelentőségű, nagy horderejű versenyekkel. Ezek közül kiemelkedő a Vestnándor földrajzverseny, ahol a legjobbat is sikerült megszerezni, a legjobb eredményt is sikerült elérni, és hát nem szól megfeledkezni arról, hogy egy földrajz OKT-n bejutni a döntőbe, és ott az első 20 között szerepelni, az egy nagyon ritka, nagy teljesítmény. A Vestnándor földrajzversenyt emelném ki. Megyei is országos fordulója volt. Az országost akkor itt tartották Miskolcon az Abasi gimnáziumban. Ott, tehát a verseny névadója, Les Nándor, ő egy ilyen földrajztudós, kutató, felfedező, világjáró emberke volt. Mindenképp példaként áll előttem. És ott egy második helyezést sikerült megcsípnem az országos versenyen, ami eddig a számomra a legnagyobb eredményeim közé tartozik az életemben. Inkább érdeklődés szinten szerettem mindig utána olvasgatni dolgoknak, meg tanulni a tárgyakat. Nyilván nem lehetett mindent így, minden nem érdekli egyformán az ember, de én azt gondolom, hogy sok időm volt, tehát sok szabad időm volt ezek mellett, a dolgok mellett, mert számomra például a földrajzzal való foglalkozás is szabad idő. Földrajz a szemléletű ember lévén szeretnék minél több helyre eljutni a világban. Olyan különleges hely, ahol el szeretnék menni, nagyon szeretem a sivatagokat például. Nagyon tetszenek. Az USA délnyugati részén például vannak ilyen kanyonok, Colorado folyó, stb. Grand Canyon, oda például nagyon szeretnék eljutni. Engem leginkább a földtudományi szakirány fogott meg. Nagyon sokan javasolták az olajmérnöki képzést, mint nagy perspektívával bíró szakot. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy az ember személyiségével össze tudja egyeztetni azt, amit majd felnőtt korában fog csinálni. És az érdeklődésem is inkább a földtudományok felé terelt, úgyhogy azt a szakirányt választottam. Ott pedig nyersanyagkutató geológusként, geofizikusként és hidrogeológus mérnökként lehet majd MSC-re tovább tanulni. Ezek közül pedig szívemhez is közel áll, és a jövőbeli terveimmel is összepasszol a hidrogeológus mérnöki mesterszak. Magyarország azt hiszem, hogy köztudott tény, hogy a vizeink, tehát nagyon jó felszín alatti vízkészletekkel rendelkezik. Rengeteg vízünk van. Amit megjegyeznék, hogy ez egy kicsit tévhit is, mert azért lehet, hogy jó adottságokkal rendelkezünk, de a készletekkel sajnos pazarlóan bánunk. Tehát ezen mindenképp változtatni szeretnék, ha esetleg olyan pozícióba kerülök a jövőben. És nagyszerű geotermikus adottságaink vannak. Egyszer azt is elképzelhetőnek tartom, hogy olaj-vízért, víz-olajért, esetleg egy az egy arányba. Ez majd attól függ, hogy a jövőben hogy alakul a világnak a vízkészlet és felhasználása, de semmi sem kizárt. Ami
az én jövőbeli elképzelésem az, hogy Magyarországon szeretnék majd dolgozni, valami hasznos munkát szeretnék majd végezni, amit esetleg a társadalomnak is adok valamit, tehát nem elvenni, hanem adni.